Hollandia azonnali hatállal több mint 200 millió eurót szabadít fel Ukrajna légvédelmének további támogatására. Jelentette be Kajsa Ollongren, hollandu ügyvivő védelmi miniszter, pénteken Brüsszelben a NATO-Ukrajna tanács virtuális egyeztetését követően. A pénzből 150 millió euró jut arra a német kezdeményezésre, amely több országgal közösen gyorsan nagy hatótávolságú légvédelmet biztosítanak Kiev számára. Emellett a holland kormány 60 millió eurót fordít rövid hatótávolságú légvédelmi eszközök beszerzésére. Ezeket többek között drónok megsemmisítésére lehet használni, hangsúlyozta a miniszter. Olonggren elmondása szerint Ukrajnában égető szükség van légvédelemre és tüzérségi lőszerekre, mert a helyzet kezd kritikussá válni. Most mindannyiunknak mindent meg kell tenni Ukrajna támogatásáért, mondta. Hollandia hozzájárul továbbá egy észt kezdeményezéshez is, amelynek célja, hogy a meglévő készletekből minél gyorsabban tüzérségi lőszert küldjenek Ukrajnába. Kiev többek között 7 patriot rendszert szeretne a városok és az infrastruktúra védelmére.